Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntök mindenkit. Hosszú évek óta így szoktam kezdeni a találkozásaink alkalmából, és hát ez alkalommal nincs ilyen mondanom. Itt állok egy üres színházteremben, a szokott helyen, a művődési házunkban, és itt állok egy üres színpad előtt, és sajnos az a mai este, a mai nap nem is fog megtelni. Én már második alkalommal kell önöket köszöntenem online, ami nekem furcsa. Önöknek talán mindennapi dolog, hiszen az elmúlt másfél évben legtöbb alkalommal önök így találkoztak a diákjaikkal. Nagyon sajnálom ezt a dolgot sok szempontból. Egyrészt, mert ahogy az országot, ahogy a világot, a mi városunkat is nagyon megrángatta ez a csúnya járvány, de azt hiszem mindannyiunk nagy örömére most már látszik a dolgot vége. Ez a csokorvirág, ez itt van mellettem, és most képetesen mindenkinek szeretném átadni, hiszen emlékeznek, mondhatjuk, hogy minden egyes találkozásunk alkalmával szinte virágeső van, hiszen annyi pedagógust tudunk köszönteni, és megköszönni az ő munkájukat egy-egy szár virággal, vagy egy-egy magasabb állami kitüntetéssel. Kérem önöket, nézzék szeretettel most következő műsor. Legalább olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel mi készítettük. És én nagyon bízom abban, hogy jövőre már élőben, személyesen is tudunk találkozni. Még egyszer, a város vezetése és magam nevében nagyon szépen köszönöm a munkájukat, és bízom benne, hogy jövőre ezt személyesen is megteltem. Örülök a találkozásnak, és köszönöm, hogy megnézik az önök számára készült műsor. Mitől függ? Hát, hogy milyen óráim vannak. Igen, szeretek. Hát, ez változó. Néha szeretek, de néha sem igaz. Igen, szerintem. Igen. Hát, reggel nem annyira bírok felkelni, mert szívesen aludnék még, mert hogy az ágyban lennék még 8-9-ig is. De hát azért nem rossz azért a suli úgy. Először, amikor ugye fel kell kelni, akkor nem annyira akarok, de amikor már ott vagyok, akkor meg már jó érzés. Szeretek, igen. Igen. Azért, mert a tanárok kedvesek, és nem unatkozunk, meg hogy mindig kreatív dolgokat találnak ki. Igen. Mert szeretem a tanáraimat, és vannak barátnőimat játszani szünetekben, és szeretem azt az iskolát. Hát igazából azért szeretek, mert vannak ott legjobb barátaim igazából, meg hát most így ötödikben nagyon könnyű a tanítás. És így ezért szeretek. Meg hogy az órákon egyszerűbb, mert a tanárok is annyira kedvesek hozzánk. Igen, szeretek, mert akkor a tanárokkal tudok beszélgetni, mert jobb, mint az online tanulás, meg a tanárok mindig ott vannak és segítenek. Imádok. A Magdi néni az osztályfőnököm, mert kedves, meg igen. Igen, van. A Sárosi Kristóf bácsi az osztályfőnököm. Kedves, és hát talán azért is, mert benne szokott lenni az ilyen hülyeségekbe, az órákat elég
jól adja elő. Úgyhogy igazándiból ennyi. Szerintem az én tanárom az egyik kedvenc tanárom, mert nem olyan közönséges tanár, hogy így leadja az órát és csak beszél, hanem mellé fűz még történeteket, vicces sztorikat, nevetünk, és együtt így átéljük az órát, és nem csak ülünk egy helyben, és mondjuk, hallgatjuk, amit a tanár mond. Igen, a matek tanárom, Andi néni. Azért, mert mindig szoktunk játszani óra végén, meg tesi óra végén. Hát kidobózunk. Meg azért is, mert a matek órán meg szoktunk internetes feladatokat is csinálni. Igen, van a Kriszti néni, a Hittanos Kriszti néni, a Fanni néni, és ők. Hát az, hogy igazából nem annyira szigorúak, meg igazából szeretem őket is. Jó, hogy ők tanítanak engem. Hát van az osztályfőnökünk, ő a kedvencem, és azért, mert kedves velünk, meg nem kiabálós, meg ezért. Igen. Meg is mondod, hogy ki az? Igen, a Szilvi néni. És miért szereted őt? Mert jól tanít. Igen, mert kedves és aranyos. Igen, egy csomó. Azért, mert mindig olyan kedves, megértő, és sokszor szoktunk panikodni, meg mindig ott van, amikor segítség kell. Mondva, hogy menjünk majd egy ilyen hosszú oltalmossáborba, és akkor végül ugye nem tudta, nem tudott elvinni minket, mert nem. Ezért is, de még akkor is kitartott, és akkor csinált valami kisebb oltalmos cuccot. Hogy ott aludtunk a judó teremben, és akkor ott buliztunk. Hát nagyon segítőkész. Amikor tanszobán vagyok, van olyan, amikor nagyon hamar készen megyek a leckével, és akkor leszoktunk külni sakkozni. És... igen. Hát... mondjuk vannak ilyen vicces megjegyzései, vagy ilyesmi. Vagy hát a másik, akit kedvelek, az pedig az a Stefánkom, hogy empatikus, meg ő is vicces. Vicces volt, mert ugye elkezdődött az online oktatás, és ugye azelőtt keveset találkoztam, mert a tanár úgy beteg lett. És utána bejöttünk a rendes oktatásba, és várjuk az órát, és így tök máshogy bejött, mert megnőtt a szakálla, meg fogyott is, meg így tök máshogy nézett ki, mint amikor előtte találkoztunk vele, és így nagyon meglepődtünk, de nagyon vicces volt, és mondta, hogy azért növesztette meg a szakállat, mert ugye a feleségének tetszett, és hogy így fogja hagyni. És így vicces volt. Igen. A matek óra volt az első, és akkor megírtuk a szorzát. Bevoglalóban a témazáró dolgozatot. Én elkezdtem élni. A második óra elején fejeztem be, és a közben kaptam okosító cukrot. Szoktunk szünetekben beszélgetni jókat, meg nem
nevetgélni, szóval, hogy ilyesmi. Hát, amikor rajzóra van, akkor ha valamit elrontok, akkor segít. Meg, hát mindig ötöseket kapok. Hát, nincs. Tudom, nincs. Minden nap jól telik. Például ma voltunk az osztályfőnök a Judit nénivel fagyizni, és akkor vagyis utána kijöttünk a cukrászdából, és akkor találtunk egy kutyát, nem, vagyis találtunk egy kutyát, és Judit néni felhívta valamilyen sintért, és elvitték, és utána a kutyát elnevezték Juditnek, a Judit néni utána.